akkor nézzük azt, hogy hogyan is működik ez a rabszolgaság. Azt a Varga Mihály bejelenti szerdán a semmit. Hallottátok, elmondtam, hogy mit mondott, azt mondta, hogy talán lesz ez, talán lesz az. Az OTP részvények esésbe kezdtek a tőzsdén, és a forint fel lezuhant 295 forintig a semmi miatt. Gondoljátok bele, azt mondták volna, hogy megmentjük a devizadósokat, akkor hogyan reagál a pénzpiac? Hogyan reagál a pénzpiac? És a kormány miért nem akarja megtenni azt, miért fontosabb neki a pénzpiacnak a kegye, mint az, hogy az embereknek az életét megmentse. Azért kérem szépen, mert ez alatt a 20 év alatt a magyar állami vagyon egészét eladták, a magyar bankrendszert felszámolták, és semmilyen önvédelmi lehetősége nincs a magyar államnak, mint azt, hogy a sajátjait kiszipolyozza, és odavesse a bankoknak a kénye kedvére prédaként. Na most akkor, hogyha túl akarjuk élni, mint rabszolgák ezt az egész rendszert, igaza van Fodor Sanyinak, itt küzdenünk kell. És most már nem csak az őseink fényképét kell kitenni, hanem előre kell vennünk az unokáinknak a fényképét is, hogyha akinek van. Vegye csak előre, tegye oda, mert hogyha azokat nem tudja megmenteni, itt hagyják ezt az országot, de azoknak gyermeke biztos, hogy nem lesz itt, hogyha hagyjuk magukat kihasználni, kirabolni. Barátaim, tehát zuhan a tőzsde, zuhannak az OTP részvények. A kormány azt mondja, hogy hát ennyit tudok megtenni, a semmit tudta megtenni. Nagyon sajnálom azt, hogy a mai nap a várva-vár döntés így módon el fog maradni. Azt hallom, a sajtótájékoztatót se tartják meg. Tehát olyan súly van az ügy mögött, hogy nem mernek még sajtótájékoztatót se tartani arról, ami miatt összeültek. Magyarországnak magyar kormányt követelünk. Rendszerváltást követelünk ott, ahol a magyar emberek érdekeit a magyar hivatalrendszer képviseli, és a hatalmi ágakat külön kell választani a törvényhozást, az igazságszolgáltatást és a végrehajtást, mert amíg ez a három ág egy kézben van, addig itt Magyarországon diktatúra van, putyizás van, áldöntések vannak, és a lakosság kifosztása tovább fog zajlani. Kedves barátaim, ezt ne hagyjuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy továbbadom Pistának a szót, gyere Pista, légy szíves. Nézzük tovább, hogy mi történhet még ezekben a érdekes helyzetekben, ami most van, és ha többen lennénk, azt hiszem, nem lenne probléma, neki indulnánk, srácok. Én azt gondolom, hogy neki kellene indulnunk. Nem érdekel, hogy várunk, és 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 várun